Ez még nem a te kupád, drága Éván, bár te is lehet, hogy nyerni tudsz valamit. Hát a múlt héten beszélgettünk, vagy két hete, hogy a pizza világbajnokságra készült a csapat, és tessék. És íme, itt a best art design, az art design, az a kivitelezés, az te voltál, aki megtervezte a... Csapatunka volt az egész, de amit láttatok, ez az izlandi zúzmós alkotás, ez ott kivert a biztosítékot, és egy ilyen díjformában jutalmazták. Hány csapat volt ki? De hát közel 700-an indultak, és igazából ez tényleg nagyon jó, és egy nagyon nagy siker Magyarországnak, a pápusztai sajtnak, illetve a paradicsomunknak, mert hogy hát azért egy olyan közegbe mentünk, ahol ezek azért jó minőségben megtalálhatók. És ugye a pizza duó kategóriában, amivel én egy pizzaséffel indultam, hát ott meg a hetedikek lettünk, hát, úgyhogy... Az is. Volt még egyébként magyar csapat rajtatok kívül? Nem, mi voltunk, de hogy még itt volt Alexandru, Paduraru Alexandru, megtanultam kimondani, mert annyit beszéltem róla, ő viszont a nápolyi pizza kategóriában, ami tényleg a mindenük, abban lett kilencedik. Tehát, hogy ez ilyen mit néz ilyenkor egyébként? Tehát, hogy ilyenkor a zsűri mit vizsgál? Mindent. Hogy nézel ki, hogy állsz hozzá, milyen a kommunikációd, mennyire vagy elkötelezett híve a pizzakészítésnek, mennyire vagy megszállott, mennyire tudod, és hogy milyen ízeket teszel a tésztára. De nehéz tésztára, nyilván, mert mindenki zseniális, hát, aki ott van a világbajnokságon, hát mindig nagyon jó. Valamint ugye jó értelemben, de hát megszállott mint. Úgyhogy hát, szerintem a temperamentumoddal nem volt hiány, tehát az biztos, hogy ott toltad. És hát nagyon örülünk, hogy nem felejtettél el még magyarul. Kicsit már akcentust érezni. Meg hát ez a live TV sikere is, hát a felkészülésben ugye nagyon sokat. A ti sikeretek is. Köszönjük szépen!